Nem tudom, hogy lesz-e még Omega, ezt mondta Kóbor János, aki a járványhelyzet miatt bizonytalannak látja a zenekar jövőjét, és aggódik az esetleges második hullám miatt is. Most köszöntjük nálunk az Omega frontemberét. Jó reggelt, szia, köszönjük igen, szépen, Meki, hogy itt vagy. Egy hónappal ezelőtt körülbelül beszélgettünk, és akkor már pedzegettük, hogy ha egy esetleges második hullám beütne, akkor lehetséges, hogy nektek nagyon megnehezíteni a dolgotokat, és most nagyon úgy tűnik, egyre többen beszélnek róla, hogy be fog ütni. De csak nem komoly ez, amit én most itt mondtam, vagy amit idéztem tőled, hogy ez tényleg komolyan veszélyezteti a zenekar jövét, akár úgy is, hogy nincs több koncert. Nézd, hát ez a probléma, mert Isten igazában, amikor ilyen március-áprilisban ez az egész cirkusz elindult, azt mondtam úgy május táján, hogy ha ennyi volt, ezt itt aláírnánk, kész, hát ezt majd valahogy bepotoljuk. És akkor jött az a májusi rendelkezés, hogy augusztus 15-ig. Hát nem, akkor gyorsan átrendeztük, amennyire lehetett a koncertnaptárt úgy, hogy már augusztus 16-án már Balaton lellén azért, amit tudtunk, megcsináljuk. Na most nem voltam sajtótájékoztatón, és már ott kiderült, hogy már nem olyan biztos, mert lehet, hogy már csak megint 500 ember lehet. Na most itt jött az fel, hogy hát gyerekek, ha ez így megy tovább, egy 60 éves zenekar, amelyiknek azért 70-en fölüli tagjai is vannak, hát azoknál egy év azért már nagyon sok. És utána újból formába lendülni, újból, vagy csak azt mondjam, lelkesedni a dologért. Tehát, hogy érdemes ezt csinálni, nehéz lesz föléleszteni. Egyébként milyen évnek ígérkezett az idei? Tehát, hogy nagyon be voltatok táblázva, gondolom, és szusszani se bírtatok volna, hogyha nem lett volna. Majdnem azt mondom, hogy a pályafutásunk egyik nagyon-nagyon fontos fordulópontja, a Testamentum lemez megjelenése, a nemzetközi, az teljesen ki volt, hogy mondják ezt, pipálva, szinte rengeteg bemutató koncert, minden lett volna. Na természetesen a külföldiek is ugyanúgy elhalasztottak, mert itt nem csak mi vagyunk fiék, hanem az egész világ. Úgyhogy egyelőre várjuk a megfejtést. Én tényleg nem tudok ebbe, nagyon sokat utána olvasok, tehát én is szeretnék képbe lenni, hogy miről is beszélünk tulajdonképpen. Lelkileg mennyire visel meg téged? Hát ez a szörnyű, hogy az embereket elsősorban lelkileg, idegrendszerileg, érzelmileg, és hát nagyon sokakat egzisztenciálisan is érint, és még akkor elfogadni azt, hogy még nem is a végénél vagyunk. Talán igen, a bizonytalanság a legrosszabb benne, nem? Hogy nem tudod, hogy mikor lesz vége, mikor tervezhetek, mikor haladtok tovább. A zenekar többi tagja hogy viseli? Hát nézd, tele vagyunk veszélyeztetett korú és krónikus betegség. Megmondom őszintén, egy percig nem aggódtam sohasem. A Laci se, pedig hát ő aztán igazán a fő veszélyeztetett. Laci, jól van egyébként? Jól van, persze. Hát, szegény mostanában elég sokat jár kórházban. Így van, de ebbe a mi korunkban ez nem feltétlen. Én tényleg valami miatt kivételezett vagyok, hogy életemben nem jártam kórházba. Már nem vagyok egy kórházi lakó. És nem vagy egy beteg. Igen, nem. Múltkor is azt mondtad, hogy utoljára a szülőszobán látott az orvos téged, ugye, amikor megszületett. Igen. Hát, jó Istennek, igen. Igen, de ez most is így van, és valahogy nem is. Soha életemben voltam influenzás, tehát nem nagyon, engem nem érint, de vegyük azt, hogy ez valami adottság vagy szerencse. De a Laci, aki egy veszélyeztetett és tényleg betegségekkel terhet, hál' Istennek ő is ezt jól viseli, nincs is ott állapotban. A korunk inkább az, és ez okozza azt is, hogy ilyenkor egy ilyen, most már lassan egy éves kiesés, az már nagyon sok lesz, az újra beindulás. De miért? Az ember azt gondolja, hogy 60 év után az ember annyira végtelenül profi, hogyha egy év kiesik ilyen szempontból, akkor mintha ott hagyta volna abba tegnap, közben egy év eltelt, és folytatja. Vagy itt lelki dolgokról van szó? Tehát, hogy az ember lelkileg nem tud már úgy töltődni, vagy a közönség már nem tud annyit jelenteni, hogyha egy évet ki kell hagyni? Hát meg, hogy van ereje az embernek újra azt mondani, hogy megint elkezdem, összepróbálom, összeszervezem, és kezdjük előről. Ez azért bonyolultabb, mert ráadásul egy vadonatúj anyaggal akartunk előjönni. Na most, amikor ez a helyzet, hát egy lassan egy éves kihagyás után, mert novemberben volt az utolsó koncert, hát nem biztos, hogy egy új anyagot vár egy 64 éves együttestől a közönség. Tehát az, amit elterveztünk, amire készültünk, az lehet, hogy most úgy egy kicsit értelmetlen. Most voltak itt a kinti menedzsereink, tehát a kiadó meg a management, a jövő évet beszéltük, a jövő év közepét. Karácsonyra valószínűleg megjelenik a nemzetközi kiadványunk, tehát az új lemez.
De ott azért más a helyzet. Tehát úgy értve, hogy ott azért talán azt a koncepciót végig tudjuk vinni, amit itthonra is terveztük. Itthon most miben reménykedünk, ha egyáltalán lehet még pályára lépni, a közönség azt várja, jaj, végre itt vannak, és hadd halljuk a Petroleumnál. Ja, voltak nektek azért fontos oratórium koncertjeitek, amik azért mondjuk úgy, hogy csak, nagyon idézem, csak néhány száz emberrel lezajlottak templomokban. Tehát nektek ez az 500 fő alatti rendezvény, ez nem pálya? Vagy egyszerűen akkora az egésznek a költségvetése, nem csak a technikára gondolok, hanem a technikusokra is, akik ott dolgoznak, hogy 500 főnél nem biztos, hogy megéri. Biztos, hogy 500 főnél nem. A templomunk is inkább ilyen 1000-1200-asok voltak. Igen? Ja, azt nem tudtam. Fogalmunk nincs, hogy a zárt rendezvényekre mi. Idén nem volt tervbe véve ilyen jellegű koncert. Lehet, hogy rá leszünk kényszerülve, hogy ha valamit az idén akarunk csinálni, ilyen koncerttermekbe vagy ne adj Isten templomokba gondolkozzunk. Nem tudom, tehát a legszörnyűbb az, és ez nem ránk vonatkozik. Én most nem akarok tényleg statisztikai dolgokkal foglalkozni, de azt érzem az embereknél a legnagyobb problémának, hogy semmi biztos pont nincs. Tehát amikor már borászok arról beszélnek, eddig nem volt bajuk, mert a szőlő az nő, majd szüret. Most már nagyon sokaktól hallom, hogy nem biztos, hogy szüretelni fognak, mert nem fogja megérni. Na most, ha ilyen cirkusz elé nézünk, tehát, hogy a gazdaság, meg minden, amit egyébként jósoltak már két éve, hogy a 2020 az egy gazdasági és pénzügyi világválság lehet, de most még ez megfejelve, vagy kihasználva egy koronavírust is, én nem tudom, hogy az emberek lelki világa, az érzelmei, az egzisztenciája mennyire fogja megsínleni. Egyáltalán lesz-e szükség még rockzenére? Rockzenére, hát mindig szükség. Vigyázzatok magatokra, egy kalappal. Így van, köszönöm, hogy itt voltál. És kitartás nektek erre az időszakra. Köszönöm.